Kedves nézőink, az idén még nem nagyon kényeztettük el önöket a tiszavasvári kézilabda, férfi kézilabda csapattal kapcsolatosan. Most azt hiszem abszolút aktuálisá vált, hiszen edzőcsere történt. Dancs Miklóssal beszélgetünk, kivel is mással, hogyha kézilabdáról van szó. Miklós, hogy néz ki akkor ez az edzőcsere, és egyáltalán miért volt erre szükség? Először is kezdem azzal, hogy elkezdtük a bajnokságot Granzsán Gáborra, és nem kérdeztél rá, megbeszéltük, hogy nem fogsz rá, de én elmondom, hogy volt nekünk két új igazolásunk, először ezzel kezdeném, a Bíró Dávidot kapuba, és a Havel Krisztiánt igazoltuk átlövőbe, és igazából azt kérdezett, hogy miért történt az edzőcsere. Végül is most ha vasvári embereket nézem, akkor a múlt heti mérkőzésre tekintenek vissza, hogy kikaptunk ide az a Hajdúböszörmény, vagy jól mondom, nem? Beretyújfalú ellen kikaptunk, ittól két gólos vereséget szenvedtünk, és ezután történt az edzőcsere. Még mielőtt tovább menjünk, nem emiatt volt ez, hanem már nyár óta látszódott, hogy a feszültség van a csapat közt és az edző közt, nem igazán jöttek azok a dolgok, amiket szerettek volna, a Granzsán Gabi szeretett volna, a játékosok egészen másképp szerették volna, és érződött ez a feszültség, vibrált már a levegőbe. Az, hogy most ez az edzőcsere történt, ez szintén nem a két gólos vereségnek köszönhető, hanem azért, hogy a Gáborral leültünk és megbeszéltünk, ő úgy gondolta, hogy már nem tudja azt az impulzust adni, mint amikor idejött, azt a plusz nem tudja adni a csapatnak, és így közös megegyezéssel úgy döntöttünk, hogy akkor megszüntetjük. Nem voltunk erre, mint hogy Gábor se volt, én se voltam felkészülve, Gábor se, nem voltunk felkészülve igazából erre az elhatározásra, és úgy kellett rögtön dönteni. Azt azért tudni kell megint, hogy edzőbe, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe nem igazán nincs edző. Régi, rutinos edzők vannak, de azok vagy nem akarnak már inkább a gyerekekkel akarnak foglalkozni, de egyszer már nem. Új edzőhöz kell eljutni. Na és úgy jutottunk a Türk Ferihez, tényleg egy véletlen folytán történt, hogy én felhívtam Ferit, hallottam, hogy elkezdte az edzőit csinálni. Bocsánat, de azok, akik járnak ki a kézilabda meccse, számukra nem ismeretlen, hiszen ma is aktív kézilabdázó. Mindjárt mondom, őt is be fogom mutatni. Szóval Türk Ferencről van szó, aki jelenleg Kisvárda csapatát erősíti. Őt, akik a kézilabdát ismerjük, onnan ismertik, a Tiszavasvár is játszott annak idején. 40 éves emberke, minden tud a kézilabdáról, amit kell. Emberileg nagyon jó. Én úgy gondolom, hogy és ami nem én úgy gondolom, hogy most ami nagyon jó lesz, hogy az a plusz impulzus, hogy bizonyítani akar. Ő edző szeretne lenni. Tudja ő is, azért 40 éves, hogy a játékos pályafutása az véget ért. Azért is kezdte az edzőit, hogy ő majd edzőként. Erre nem gondolt, hogy ilyen gyorsan fog jönni ez a felkérés, és hogy nem olyan, tényleg, hogy nem volt erre felkészülve, van neki egy személyes jó barátja, Molnár Andrást, Molinak, talán ismerősebb, ő Hajdunánáson NB1-B-s csapatnak az edzője, lehet most hallani a hangját is, ő segít neki az edzésekbe és a mérkőzésekben, a Feri meg kikérte a véleményét a Molinak, hogy mit szól ez, hogy volt ez a felkérés részéről, a Molli azt mondta, hogy maximálisan támogatja, amivel tudja segíteni, a vasvári csapatot is ismeri, ugye is szokott kiállni mérkőzésekre, és mindenben segít, edzésekben, mérkőzésekben, mint ahogy halljuk, itt is van megint, megérkezett az edzése is. Ferivel ezt a négy mérkőzést, ezt végig fogják csinálni, úgyhogy Feri közben Kisvárda csapatában még játszik, mivel, hogy mondom, hogy nem volt ez teljesen tök véletlen volt, hétfői nap volt ez a váltás, akkor mondta Feri, hogy jó, megpróbálja, és elvállalja, aminek én nagyon örülök. Úgy gondolom, hogy az előbb belekezdtem, hogy ő is szeretne bizonyítani, hogy edzőként megfelel. A Molnár András személy az megint, én úgy gondolom, az megint egy, aki ismeri a kézilabdát. Ő csak ennyit nagymulakban, hogy próbáltam utána keresni és felrakni a honlapra, hogy mit kell róla tudni. Most egy éve vette át az IHF mesteredzői képesítését, szóval mindent tud a kézilabdán, amit ketten reméljük, hogy a csapatot felrázzák ebből az avarosból. Úgyhogy Gáborral igazából ennyi volt. Ő dönt, én elfogadtam a döntését, hogy ő, ha
ha nem tudja segíteni a csapat, akkor inkább akkor hagyjuk, és így volt közös megegyezéssel. És még egy valamit szeretnék mondani, itt a Berettyó-Újfalu mérkőzés után kapott itt hideget, meleget, és ezért meg szeretném megvédeni. Nem azért nem hozta a bíró Dávidot le a kapuból, mert nem akarta lehozni, hanem azért nem hozta le, mert a Dávid nem akart lejönni. Sokan nekiestek a mérkőzés után, hogy lesérült a kapusunk, miért nem hozta le. Szó nincs erről, ő ott voltam akkor is, ő le akarta hozni, a Dávid nem akart lejönni, azt mondta, ezt a 2 percet kibír, és szeretne segíteni a csapatnak. Úgyhogy ezt azért hozzá kellett tennem. Szerinted miért van az, hogy Gábort viszonylag elég korán kikezdték a nézők? Tehát nem sikerült, most nem tudom, hogy a saját felfogása szerinti játék miatt, vagy pedig nem sikerült neki olyan kapcsolatot kialakítani a helybéli közönséggel? Gáborról azért tudni kell. Én örülnék neki, hogyha a játékosaimnak a felébe ugyanaz a habitus benne lesz. Gábor az még a régi motoros, ő Fradiban nevelkedett fel. Ő 50-es éveit járó edző, ismertem játékosként is, olyan volt a stílus, a habitus. Ő szeretne, bele volt betegedve ebbe a mérkőzésbe, és ő ezt is nagyon sajnálta, hogy nem tud segíteni. Mondom, most is felajánlotta, hogyha bármiben tud, akkor ő most is segít. Szóval az, hogy előtte volt 2 évig a Medve Robi, azt azért tudni kell, ő nem nagyon hallották ott. Ő játszott is, játékos, és nagyon csend volt, ott nem volt semmi a pályán, viszont a Gábor az próbálta ugye a lelkesedését bevinni, ami nem mindig, hogy jól jött ki. Az, hogy most ez jött ki a nézők, vagy nem szerették, ilyen, valaki szimpatikus, valaki nem. Ő ezek szerint nem volt szimpatikus, de mondom, nem ez volt a váltásnak a lényege, hogy most szimpatikus a nézőknek, vagy nem szimpatikus, ugye, mert nem úgy választjuk az edzőt, hogy szimpatikus, vagy nem. És én még Gábornak én szeretném megköszönni a munkáját, mert annak idején, amikor ugye elment ez a 11 néhány játékos, és elkezdtünk edző után nézek, egyszer nem tudtunk edzőt se onnan találni. Nem akarok neveket mondani, de akik idősebb és nevesebb edzők volt, azok olyan horribilis összegé jöttek volna el, amit mi nem tudtunk és nem is akartunk kifizetni. Gábor önzetlenül minden tétés nélkül vállalt ezt a feladatot, úgyhogy ezért még egyszer köszönet érte. Most mondják azt, hogy új söprű, jól söpör, általában ez mindig így szokott lenni, akkor, hogyha van kellő játékos állománya. Na most itt a két új edző hogyan fog boldogulni a fiúkkal? Szerinted milyen a felkészültségük, milyen a játéktudásuk? Hát a Türk Feriről, én dolgoztam vele Nyíregyházán 4 éven keresztül. A kézilabdáról, amit kell tudni, ő tudja. Intelligens, jó játékos, én csak ezt tudom róla mondani. A Molliról, mondom, őt, azt a Molli, az nálunk nem szerződéssel van itt. Ő tényleg csak besegít, ő átjön, azt mondta, nagyon szívesen átjön bármikor, és segíteni fog. Az ő célja is az, hogy itt jó csapat legyen. Én úgy gondolom, hogy azért mindig azt tudjuk, hogy mindig, hogyha van valami, akkor a játékosok bizonyítani akarnak. Most itt van lehetőség, mindenki tiszta lappal kezdi a kézilabdát. Nem kell attól félni, hogy most ki fog maradni. Mindenki szerintem a játék tudása alapján fog bekerülni a csapatba, vagy esetleg nem. És én úgy gondolom, hogy ez csak pozitív hatással. Mondjuk most nekünk egy nem előnyös dolog, hogy az első, most ez a 4 mérkőzés sorozatból az első az Fehérgyarmaton lesz. Már csak eleve az is, mert hogy a Feri tényleg csak úgy vállalta el, hogy ő becsületesen végig akar ezt a fél szezont játszani Kisvárdán, úgyhogy a szombati az egy, nem tudjuk, hogy fogjuk megoldani, és a Mollinak is pont akkor van mérkőzése, de a Feri megígérte, hogy Kazinc Barcikár, azaz Putnokról, Fehérgyarmatról oda fog kocsikázni, ugye az 200 kilométer, nem tudjuk, hogy fog odaérni, de ő segíteni fog, meg az, hogy ki egyáltalán Fehérgyarmaton játszunk, azt tudjuk, hogy mindig Fehérgyarmat az egy mumus volt. Nem tudom, reméljük, hogy fog sikerülni, de a más következő 3 mérkőzést én úgy gondolom sikerül ezt behúzni. Ferivel is, amikor elvállalt, ő megnézte és ismeri a csapatot, úgy gondolja, hogyha mindenki egyfele húz és nem lesz széthúzás, és tényleg mindenki felfogja, hogy itt tényleg arról van szó, hogy itt kézilabdázni és eredményt akarunk érni, akkor az a 6 pont beúszható, és még a Fehérgyarmati is, hogyha odafigyelünk, és összefogunk. Mit szóltak a fiúk, a csapattagok, mikor meghallották, hogy új mesterük lesz? Hát igazából a meglepetés erejével ért mindenkinek. Csúnya szó, de volt, aki erre jött vissza, vagy erre nem ment el. Itt vannak, csinálják, majd meglátjuk. És az előbb nagyon diplomatikusan kikerülted a kérdést, hogy hogyan látod most a csapat felkészültségét. Tehát ha most mondtad, hogy Fehérgyarmattal is simán szemben mered őket engedni, mert elképzelhető egy meglepetés. Így is gondolod?
Én úgy gondolom, ez a játékos állomány eddig is alkalmas volt arra, és ezután is alkalmas lesz arra. Ha nem bíznék benne, akkor nem is csinálnám. Ebből látszik az igazolásukból, és én továbbra is tartom ahhoz, hogy ha helyi vállalkozók támogatják a csapatot, akkor ne idegen játékosokat támogassanak, hanem a helyi fiatalokat, és a Ferivel is úgy volt a megállapodás, igaz Gáborral is, egy ideig ment is, aztán nem, de reméljük Ferivel nem lesz ez a probléma, hogy én azt kértem tőlük, hogy építsük be a fiatalok, minél több lehetőséget adni nekik. És a fiataloktól meg az edzés után még lesz egy fél órás megbeszélés, ha végre azt kérték az edzők, hogy szeretnék egy fél órát még beszélni velük. Én viszont azt fogom kérni a játékosoktól, hogy aki bizalmat kap az új edzői párostól, az éljen vele, ne pedig visszaéljen. Ugyanis rossz tapasztalat volt az előzőekből, hogy sok játékos visszaélt az edző bizalmával, és utána neki a juniorba derogált, hogy most játszani kell. De én mondom, úgy gondolom, hogy nem lesz ezzel gond. Mindenki megértette itt az edző, itt az elején beszélt egy jó 5 percet, utána dolgozni kellett, és dolgoznak, és mindenki megértette, hogy csak úgy tudunk, hogyha mindenki egy irányba és egy irányba húz, csak így lehet elérni eredményt. Miki, amikor kezdtétek a szezont, milyen elképzelések voltak, milyen célkitűzések, hogy hol szeretnétek végezni ilyenkor most így fél időben? Mint mondtam, én a játékos állományt, én ezeket a játékosokat nagyon szeretem, és mindenkinek tudom a képességét, ki mire képes. Meg volt határozva, és a Gáborra is ez volt, hogy egy hatba kell kerülni. A Gábornak úgy lett elmondva még a bajnokság elején, hogyha kicsikét bekémítünk, hogy ha nem fog a csapat egy hat közszerepelni, akkor neki menni kell. De ez sajnos hamar a következetben, és mondom, ez nem attól. De most való 9. helyen álltok? 9. helyünk, hogyha most ezt beúsztuk volna, ezt a Berettyóújfalui meccset, ugye az egyikat néz számoljuk, akkor most ott lennénk a 6. helyen. Nagyon sűrű a mezén, vannak keresztbeverések, de mi mondom úgy, hogy nem lehet nekünk problémák, hogyha megint oda tesszük magunkat, és tényleg küzdeni fogunk. Reméljük, hogy tényleg jól fogunk ebből most már kijönni. Anyagilag hogy álltok? Mennyire látsz rá a dolgokra, hogy sikerül úgy kihozni a szezont, hogy elképzelted? Hát megmondom őszintén, anyagiakban ennél, még talán amikor én kézilabdáztam, akkor nagyon jól látunk. Nem állunk jól anyagilag. A TAO-ra várunk, hogy abból tudjuk majd nem szóval. Mondd már a kedves tévénézőknek, miért, hogy mi ez? Az utánpótlás csapatoknak van, vállalkozóknak van ezt én sem tudom, mert a TAO-ra leragadtam, és igazából a vállalkozóknak van egy, hogy beadhatja az államfele, vagy pedig ír a sportba. De most ez megint összetett, mert a TAO-ba nem csak erre pályáztunk, hanem a csarnoknak a felújítása is, amire már megvan a határozat, és nyertünk, úgyhogy a csarnok, hogyha minden az égék is úgy akarják, akkor itt egy éven belül itt egy elég rohamosan fog fejlődni a csarnok, és fel fog újulni. De kicsit ráfér, mert esős időben elég sokszor van itt vedér a földön. Nem tudom, mert szerintem nem fogok elájulni, vagy elárulni újdonságot. A tetőre pályázunk, és arra nyertünk. A világításra szintén pályáztunk, amire szintén nyertünk. Az öltözők azok teljes egészében fel lesznek újítva. Aztán ugye, hogy itt vannak iskolai időszakban 6-2-ig olyan emberek, akik nem kellenek. Ennek érdekében a csarnoknak a biztonság technikájára is pályáztunk, be lesz kamerázva kívül-belül, sportpálya, ilyen probléma nem lesz, és még egy, ja igen, mert ugye mindig is probléma volt, és a nézők igazából nem tudták, csak aki írta, vagy pedig megkérdezték halkómat, hogy mennyi az eredményjelzőre, amire most szerintem nagyon büszke lehetünk, hogyha az sikerül, amit akar, egy nagyon multifunkcionális eredményjelző fog ide kerülni a sportcsarnokba. Reméljük már a tavaszi szezon folyamán, nem is mondom el, inkább majd meglepetésként. Szóval visszatérve, az anyagilagban nem állunk jól, a játékosok a mai napig nem kapnak semmiféle juttatást, ezen dolgozunk. És minden mendemondával én továbbra is voltak itt ilyen visszhangok, hogy így meg ez meg az meg nem ad. Nincs ilyen rosszul, nem haragszunk senkire. Mi nagyon szépen megköszönjük, akinek támogatott minket, aki támogatni fog minket. És továbbra is tényleg várjuk, akik szeretik a kézilabdát, hogy igenis támogassák a kézilabdát. Hiszen nem csak ezt a csapatot, azt azért, hogy mondjam már, 11 csapatunk van. A
Tiszavasvári kézilabda szakosztály 11 csapata van. Ugye most már van egy női csapatunk is, és 9 utánpótlás körül, úgy 8-tól felépítve 226 játékos van most a Tiszavasvári kézilabda szakosztályba, úgyhogy aki támogatja a kézilabdát, őket támogatja. Ezáltal minket is. Utolsó rövid kérdés, hogy néz most ki a szakosztály vezetése? És majdnem elfelejtettem, egy emberkével bővült, ugye megint a Tűkferit azt már elmondtuk, és a Mólét elmondtuk, hogy volt, és én nagyon köszönöm Losonci Zoltánnak, azt úgy ismerjük, hogy Sunca, annak a segítség, aki felajánlotta a segítségét, hogy segít nekem technikavezetőként, vagy akármi a titulusa, de ő nagy segítség, hogy ketten tudjuk vinni így a szakosztályt, ugye azért, mint az előbb is mondtam, 11 csapat van, 226 játékos van. Például most csak ezt nézem, szombaton már rögtön 3 csapat megy. Aztán volt olyan, hogy Rizsa nem győzte csinálni a hideg csomagot, ugye, mert amire megint büszke vagyok, és itt a környéken nincs, ezt hagyd mondjam el. És ezt megint a helyi vállalkozóknak köszönhetjük, ugye, akik a TAO-ba adtak nekünk. Ezek a gyerekek minden mérkőzésre elviszik azt a hideg csomagot, amiben van hús, van ivólé, van szénhidrát, szóval mindent megkapnak, gyümölcsöt, minden mérkőzésre kapnak hideg csomagot, minden játékosnak. Reményeink szerint ebben az évben már mindenkinek lesz egyen melegítője is, úgyhogy egy kicsikét próbáljuk egységesíteni az egész szakosztályt is, meg hogy a gyerekek minél jobb kedvet és nagyobb kedvet kapjanak. És akkor még mindig van egy új arc, amit elfelejt. Ugyan Maros László az évközben elment, ő Tiszavasvájba is elment, és helyette azt hiszem az U12, és most ebben elnézést nem tudom pontosan, de az U12 biztosan, mert vasárnap már ők játszanak, itt fognak bemutatkozni. Petuska Zoli lett az edzőjük a Maros Laci helyett. Úgyhogy ha most így fentről elmondom, akkor ezt még ameddig tudom, az edző az akkor Türk Ferenc lett, és a Molnár András, a junior csapatnak az edzője a Lázár Attila, a serdülő csapatnak és az U14-es fiúnak Dancs Máté, aki szintén új arc, azt megint elfelejtettem, és a sajátomról van szó, és Petuska Zoli belépett U12-be. A többiek pedig a Gyulai Szabó Tünde, Rontóni Tári Gizella, Rontó Zsolt a női csapatnak az edzője, és azon felül még van egy utánpótlás női csapata, és remélem nem, Halász Tacinak is van még csapata. Úgyhogy 7 edző van, azt hiszem, ha csak nem akarok, nagyon észnék kell lenni, sok a létszám és az idő kevés, és én szeretnék elmondani ebbe a pár percben mindent, ami a fontos lenne a nézőknek. Miki, hát a beszélőkéd mit sem csökkent, úgyhogy köszönjük szépen neked, és javaslom, hogy mutassuk be a két új szakvezetőt. Hát, amit Dancs Miki elmondott nagyon sokszor, ezt a nevet Tűk Ferenc nagy szeretettel köszönjük itt Tiszavasváriban, mint a Tiszavasvári kézilabda csapat, férfi kézilabda csapat új edzője. Ha valaki 2 héttel ezelőtt azt mondja neked, hogy te itt edző leszel Vasváriban, mit szólsz hozzá? Hát csodálkoztam volna, ugyanis, mint tudott, játszok most Kisvárdán még. Igazándiból régen gondolkodtam már azon, hogy ki kéne próbálnom magam ebben a pozícióban. Nem tudom még, hogy ez hogy fog, hogy lesz ez a jövőben. Most jelenleg annyit tudok, hogy nagy kihívás. A csapatnak is nagy kihívás, nekem is nagy kihívás. Eredményeket tudjátok, ismeritek. A fiúkat tudjátok, én most éppen a bevezetőben azt mondtam el nekik, hogy én azt gondolom, hogy ez a gárda azért többre hivatott, mint a jelenlegi helyzet. Sok munkával azt gondolom, hogy ebből ezen lehet is javítani. Most picit kevés az idő ennek a szezonnak a végéig, de azt gondolom, hogy a következő szezonban fogunk előrébb lépni. Úgyhogy egy szóval nem mondtam volna 2 héttel ezelőtt azt, hogy én edző leszek Tiszavasváriban. Én azt hiszem, hogy akik rendszeresen nyomon követik itt Tiszavasváriban a férfi kézilabda csapat életét, azok most lehet elkezden gondolkozni, hogy hú, de ismerős harc, és ez nem véletlen. Igen, játszottam itt egy szezont, amikor legutoljára a Tiszavasvári bajnok lett itt MB2-ben. Abban a szezonban gyakorlatilag nem is talán ki, csak a második felére, vagy így értem ide. Ráadásul olyan 20 pár éve már ebbe a bajnokságba küzdünk, néha MB1-B, néha MB2, tehát sokszor megfordultam itt ellenfélként is, és megmondom, egy szezonban hazai játékosként is. Akkor Dancs Miki nem volt számodra ismeretlen, és gondolom az is közrejátszott abban, hogy elvállaltad ezt a pozíciót.
Mindenképpen, a Mikivel csapattársak is voltunk, ráadásul jó sokszor letéptük már egymásról ezt, ellenfélként is. Úgyhogy nekem megtiszteltetés volt, amikor megkeresett, úgyhogy szívesen vállaltam, remélem, hogy meg tudom hálálni a bizalmat. Hogy tudod most egyelőre összeegyeztetni azzal, hogy játszol is, és edzősködsz is? Kettő dologgal. Azzal, hogy én segítséget kértem a jó barátomtól, Molnár Andrástól, aki nem messze dolgozik Hajdúnálláson. Ez az egyik dolog, ami azt gondolom, hogy ketten együtt ezt a kettős dolgot is meg fogjuk tudni oldani. A másik pedig az, hogy a Kisvárdától szintén segítséget kértem és közöltem, hogy ezt nekem úgy kell megoldanom, hogy a jövőben működjön ez a dolog, hogy ezt én jól zárom le ott is, nem csapom be magam után az ajtót, és viszont szeretnék már itt is tevékenyen részt venni a munkába, úgyhogy ez a két dolog lesz az, amit már össze tudjuk egyeztetni, ugyanis ott már a mérkőzések pénteken és vasárnap lesznek az elkövetkezendő pár mérkőzés, itt pedig szombaton, úgyhogy időben nem lesz gond. Meddig tervezed az aktív játékot? Ahogy egy jó, régi jó kézilabdás mondta, van még egy-két rossz éve, meg három, egy-két jó éve, meg három-négy rossz. 40 éves leszek januárban, úgyhogy most már azt gondolom, hogy lassan abba kell hagyni ezt a családom szerint ugrabugrálást. Úgyhogy azt gondolom még egy évet talán. Itt a tavaszi szezon, hogyha számít, ha kell majd az, hogy néha egy pár percre besegítsek a csapatnak, akkor azt még megteszem, utána pedig levezetésként esetleg valahol megyébe. Új edzőként nyilván vannak elképzelésed itt a csapattal kapcsolatosan, nagyjából ismered a játékstílusukat. Mi az a sarkalatos pont, amire azt mondod, hogy feltétlenül változtatni kell rajta, mert egyrészt neked nem ez az elképzelésed, másrészt viszont szerinted nem ez volt a helyes út? Ezt még most nem tudom megmondani. Tehát ismerem a játékosokat, a edzésmunkával, meccsen való hozzáállással most fogunk ez alatt a 4 meccs alatt képbe kerülni. Tehát azt most, hogy mit kell változtatni, azt elgondolás van, de talán ez a 4 meccs meg ez a pár edzés fogja bebizonyítani, hogy az helyese. Tehát azt még nem biztos, hogy jó most kimondani. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz dolguk van, mert elég erős most ez az NB2-es Északkelet, ami egyébként majdnem mindig a legerősebb NB2. Most viszont van, tehát az eleje a mezőnynek az elég kiegyenlített, tehát ott bármikor bárki nyerhet és veszíthet. Itt a végén kell odafigyelni, plusz azt gondolom, hogy itt ennek a csapatnak a középmezőnybe kellene végezni. Meglátjuk, meg kell nézni azt, hogy hova kell játékos. A első ránézésre talán a beállós posztot erősíteni kell, plusz meg kell tanulni a védekezést. Tehát azt gondolom, hogy az elmúlt meccsen a 34 lőtt góllal simán lehet meccset nyerni. Meg kell tanulni a védekezést, meg kell tanítani valakit arra, hogy szeressen védekezni, legalább úgy, mint támadni, és hogyha valaki szeret védekezni, ő fogja tovább hozni magával a védekező szemléletű játékosokat. Van elképzelésed, nyilván ismered a mezőnyt, már NB2-es mezőnyt, és nyilván van olyan játékos kiszemelted, akit szívesen látnál itt a csapatban. Még egyelőre én azt gondolom, hogy ezzel a kerettel kell, hogy dolgozzunk. Mondom, a meccsek, a elkövetkezendő 4 meccs és a pár edzés alapján fog eldőlni az, hogy pontosan mit is kell, hogy kiegészítésképp hozzunk. Ezek után nyilván van nagyon sok ügyes játékos. Azt gondolom, hogy szívesen jönnének is Tiszavasváriba, hiszen itt nagyon szeretik a kézilabdát. Hagyománya van a kézilabdának, tehát itt szerintem nem csalódik senki, hogyha ide jön játszani. A meccsek és az edzések után lehet, hogy egy pár hét múlva többet fogok tudni ezzel kapcsolatban mondani. Tudom, hogy nagyon nehéz kérdés, de melyik az a helyezés, amivel teljesen elégedett lennél majd a tavaszi szezon végeztével? Én azt hallottam, hogy volt egy ilyen kitűzés, hogy a 1-6, tehát a 6. helyig. Ez most nagyon nehéz lesz. Én azt gondolom, hogy ha minden rendben van a csapattal, akkor egy
jó erős bennmaradás az lehet most a reális kitűzött cél. Tehát megnézve az ellenfelek játékos állományát, a mostani eredményeiket, azt gondolom, hogy ez lenne a legfontosabb, hogy egy stabil, bent maradó csapatot csináljunk, és utána pedig feltornázni. Én azt gondolom, hogy ezzel a játékos kerettel is elérhető az 1-6. Na hát úgy legyen, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. És az előzőekben oly sokszor elhangzott Molnár András név, itt van kedves nézőink, Molnár András. Molni, nagy szeretettel köszöntök itt Tiszavasváriban. Nagyjából a két fiú már elmondta, hogy hogyan is kerültél ide. Egy kicsit beszélgessünk rólad, hiszen a kézilabdához való kötődésed ugye ez nem mai és nem is tegnapi keletű. Hát igen, elég régóta dolgozom edzőként, talán ez a 21-22. Évem, 93-ban kezdtem ezt a szakmát. Azóta szinte folyamatosan felnőtt csapatnál dolgozom, de természetesen nálam mindig prioritást élvezett az utánpótlás, és hát saját magam is foglalkozom vele, illetve hát saját magam alakítottam is ki egy olyan kézilabdaiskolát, ami alapján működik Hajdúnáláson az utánpótlás. Most már csak a női jelente, a női férfit egyben csináltam, azóta megváltozott egy kicsit a helyzet. Igen, a női szakákban dolgoztam az utóbbi időben, de nem először vagyok férfi. Tehát ez a párhuzamos munka nekem nem új, összem az életem során ez az 1-2-3-4-5. Ilyen alkalom, amikor két csapatnál dolgoztam, ez volt NB2-ben, NB1-ben és NB1-ben is egyaránt. Azt hozzá kell fűznöm, hogy nagyon megtisztelő a felkérést, egyrészt Türk Feri barátomtól, aki rám gondolt, hogy segítsek neki, másrészt Dancs Mikitől, hogy ő pedig beleegyezett ebbe. Én megmondom őszintén, nagyon szívesen jöttem ide, nagyon régóta ismerem ezt a közeget, nagyon régóta tudom azt, hogy mennyire szeretik az emberek itt a kézilabdát, és én ezt is ugyanolyan kívásnak tartom, mint egy első osztályú csapatban való munkát. Tehát én egyszer mondom, hogy számomra megtisztelő, és örülök, hogy itt lehetek. Nagyon bízom benne, hogy tudok segíteni, azért vagyok itt, aztán majd az idő eldönti, hogy ez sikeres lesz-e vagy sem. De hát én eléggé sikerorientált ember vagyok mind az életben, mind az edzői pályám során, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy előre tudunk lépni. Egyenlőre még csak tájékozódom, mert nem tudom, hogy hol tart igazán a csapat, bár már láttam őket játszani. Kézilabdában a Tiszavasvár és a Hajdonás csapat egy ős riválisnak számított mindig, hiszen mondhatni azt, hogy vérre menő küzdelmeket játszottatok egymással, és most az, hogy itt vagy, ez mit jelent számodra? Hát igen, volt, amikor Hajdonáson is úgy dolgoztam, hogy férfiaknál, lányoknál egyaránt, és ugye itt is volt bajnoki mérkőzés. Számomra semmit nem ért, én azt gondolom, hogy itt elsősorban sportbaráti kapcsolatokról van szó, a másiknak a kölcsönös tiszteletéről van szó, ez számomra, mint mondtam, egy újfajta kihívás, ahol olyan közegbe érkeztem, ahol azt gondolom, hogy barátok fogadnak, a játékosok nagy részét ismerem, hiszen vannak benne volt tanítványaim is, akik a gimnáziumban jártak Hajdunánásra, ahol én tanítok is jelenleg, tehát azért nagyon sok ismerős arc van, és még egyszer mondom, én nagyon nagy örömmel fogadtam ezt a fajta kihívást, és bennem semmilyen ellenérzés vagy negatívum nincs ebben az irányban. Én nem gondolom, hogy Hajdunánáson lenne ilyen. Az egészséges rivalizálás megvan a két város között, de hát én azt gondolom, ez természetes. Hol az egyik csapat van fejebb, hol a másik, hol azonos osztályban játszanak, mint most. Na de hát az élet ilyen, mindig amit diktál, annak kell megfelelni. Ennyivel másabb egy olyan csapatot átvenni, aki ott van a spiccen, vagy éppen a másik véglet, amelyik kicsit olyan lefelé csúszó félben van? Hát, hogy most milyen állapotban van ez a csapat, ezt nem tudom, majd ezt megbeszéljük, meg azt gondolom, hogy ezt én fogom látni. Én itt azt látom, itt ugye jó, hát rövid, ez egy fél óra tapasztalata, de én ismerem ezeket a gyerekeket, hogy ezek a gyerekek szeretnek dolgozni, meg edzeni, meg ezt is hallottam róluk. Én azért vagyok itt, mert ezt hallottam róluk, hogyha ez így lesz, akkor nyilván együtt fogunk dolgozni, de a számomra nem lesz kihívás, hogy kis létszámmal kell dolgozni. Mint látható, elég szép létszámmal itt vannak a gyerekek, ez nagyon-nagyon fontos, és ha ők sikerorientáltak lesznek, mi azok vagyunk, akkor azt gondolom, hogy ez nem maradhat el. Most, hogy ez a csapat milyen helyzetben van, azt nagyon nehéz megjósolni, ehhez majd edzéseket, mérkőzéseket kell látni. Nyilván gondolom azért történt a váltás, mert a vezetőség előre szeretne lépni. Mint mondtam, megtisztelő az, hogy Ferire gondoltak, Feri rám, tehát ez ilyen furcsa hierarchia, de hát azért vagyunk itt, hogy jót tegyünk, vagy előre lépjünk. Én azt gondolom, hogy ez a társaság, ismerve őket, hivatott erre, és hát én szerintem akarják is ők is a sikert, és ha ezt közösen tesszük, én azt gondolom, hogy nem maradhat el. Milyen típusú edző vagy, olyan barátkozó féle, és próbálsz az érzelmekre hatni, vagy inkább a kemény, szigorú, megkövetelő?
Én azt gondolom, hogy van, amikor ostor kell, van, amikor mosoly kell, tehát én azt gondolom, hogy nem lehet így, bár beszokták a kategorizálni az edzőket. Én azt gondolom, hogy edzéseken megfelelő fegyelmet kérek, de nyilván ezt ugyanúgy magam is megadom. Azt a fajta magatartásformát, amit én képviselek, azt viszont várom a játékosaimtól, de én azt gondolom, hogy a kölcsönös tisztelet az mindenféleképpen fontos, mind a pályán, mind az edzésen, mind az edzéseken kívül, hiszen az is az élethez tartozik. Én azt gondolom, hogy én inkább vagyok az a fajta edző, aki játékos párti, és megérte a játékosokat, de még egyszer mondom, nálam vannak szabályok, amit mindenkinek be kell tartani, legyen az profi csapat, legyen amatőr csapat, vannak emberi normák és sportolói normák, aminek mindenkinek meg kell felelni, az teljesen mindegy, hogy melyik osztályban játszik. Hát kívánjuk, hogy az elképzeléseitek úgy valósuljanak meg, ahogy ti azt elgondoltátok, hiszen a kézilabda meccsre járó közönségnek sem mindegy, hogy milyen meccset látnak, és nem beszélve arról, hogy nyer a csapat, vagy kikap. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm, megtisztelő. Köszönöm szépen.